Nyírvasvári üzemi konyhájának rekonstrukcióját mindössze 30 nap alatt végezték el. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázatán nyert 24 millió forintnak köszönhetően. Energetikai rendszer, innovatív és korszerű konyhai eszközöket szereztek be. Szép Szabolcs Attila a település polgármestere kiemelte. A beruházásnak köszönhetően 200 adagos ételkapacitásról 300 adagosra fejlesztették az üzemi konyhát. 24 millió 129 ezer forint kormányzati támogatásból valósul meg. Három részre bontanám, az egyik az energetika része, amelyben 800 literes melegvíz előállítására alkalmas nap elemrendszer működik, nap kollektorrendszer állítja elő a melegvizet, ami gyakorlatilag a 100%-át lefedi annak, amelyet a konyha felhasznál. A másik része pedig az eszközbeszerzés, amely olyan korszerű eszközök beszerzését teszi lehetővé számunkra ennek a keretnek a felhasználása révén, amelyre eddig nem volt lehetőségünk, és ezáltal energiatakarékos, illetve korszerű főzés valósíthatunk meg. A harmadik része pedig maga ezeknek az eszközöknek a beépítése, illetve energetikai kialakítása. A konyha étkeztetése változó arányban oszlik meg a településen. Az önkormányzat 90 iskolás, 60 óvodás és 50 a településen élő és szociális étkeztetését igénylő személy étkezését látja el napi szinten. Simon Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok nem mennek el a településről, sőt letelepednek Nyírvasváriban. Azok a fejlesztések, amelyek elindultak itt Nyírvasváriban, biztosítani fogják azt, hogy a település az életképes legyen, megmaradjon. Ugye bölcsőde épül nem sokára óvodai tornaszobával, aztán helyi gazdaságfejlesztési program valósul meg itt Nyírvasváriban. A településen idén a sikeres pályázatoknak köszönhetően több mint egy tucat beruházás valósul meg. A legfontosabbak között óvodaépítés, útfelújítás és az iskola energetikai fejlesztése szerepel.